Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ez itt most egy hosszabb, vovos adás lesz, ez a 8. apos adásunk. Ugye legutóbb csak egy 20 percet játszottam körülbelül, most viszont egy kicsit többet fogunk, mert gírelődünk. Igaz, a legutóbbi stream óta nem vovoztam, de ez nem gátol minket abba, hogy most miért ne tennénk újra, hiszen szerda van, azaz a vovosok hétfője, kinyílt a vault, és meg kell nézzük, hogy van-e benne nekünk upgrade, illetve gírelődnünk kell. Tovább azt néztem, hogy amit így ajánlanak item levelbe, 437-estől ajánlják egyáltalán a mythic pluszokat, úgyhogy hát az a helyzet, hogy az még így, hát hogy is mondjam nektek, az még itt pár item level, de talán már mondjuk el tudunk menni raidfinderezni, vagy valami más csinálni, vagy meg tudjuk csinálni majd az Emerald Dream-es eventet, meg boss-t is tudunk ölni. Nézzük. Mit ad nekünk a vault? Közben azt nézem, hogy miért nem látom a YouTube-os chatet. 441-es item. Jújúj, azt hittem már kiveszem. Van egy 415-ös fejesünk, 441-es tudunk kivenni, vállast is tudunk 441-est kivenni, illetve itt van egy gyűrű, ami verszás, szóval annyira nem jó. Talán amúgy a legjobban a fejessel járnék. Azt nézem. Úgyhogy azt fogjuk most kivenni. Na és közben varázsoltam magamnak itt a YouTube chatet. Nincs mint egyébként. Szívesen megmutogatom ezeket a háttereket is például. Ne azt vegyük ki. Hogy inkább a vállast vegyük ki? Mi miatt vegyük ki inkább a vállast? Repubból tudsz venni champion fejest. Szerinted nekem könnyen ki lehet venni champion fejest? Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy nekem ez mennyi idő lenne. Hol tudom ezt megnézni? Gondolom nem tudok oda klikkelni. L1, és akkor így. Dream Warden 14-es szint. És ez mennyi idő? Mennyi idő azt kigrindolni? Tudjátok, mint tudományos megközelítés, vajon a karakterem, amivel sokat játszok, az hogy áll? Mert a repúzás az sose volt az erősségem, amióta nem a Mists of Pandaria van, azóta nem nagyon repúztam, semennyire. De most kiderítjük, srácok, hogy hogy áll az Emerald Dream-es repu. Jó, hát ez... az a helyzet, hogy előbb fogom letolni a Mythic 20-as kulcsot a Shadow Pappal, mint sem, hogy meglegyen az Emerald, majd a Dream Warden-es 14. Úgyhogy ez felejtős. Az a helyzet, hogy ez felejtős. Úgyhogy ez jó javaslat volt, Csoma, de én nem repúzok. Annyit amúgy lehetne még csinálni, most, hogy így kibelogolgattam, hogy küldünk még a karakterünknek Flightstone-os ládát, az szerintem még segíthetne a helyzeten, mielőtt még itt kivennék fejest vagy vállast,
Úgyhogy hát egy kicsit megkönnyítjük a helyzetet. Flystone Cap-en volt amúgy az Evoker, úgyhogy nem is baj, hogy elköltjük ezeket. Már csak az NPC-nek kell betöltődnie. Ez nem ide tartozik, de itt a jobb sarokba a cseten mi az a stream avatar, ez nekem nem tölt be. Jobb sarokba a cseten. Nem tudom, mire gondolsz. Ezen a részen, ahol most az egerem van, ott mutatja a streames extensionokat, és akkor ott például testet tudod szabni a kutyusokat, amik így megjelennek az intro előtt, a szünetben, illetve az outrónál. Na ez azt mondja, hogy kettőt tudunk még venni. Tízes szintig dupla repót kapsz, mert Rianter tízes feletti. Á, az a helyzet, hogy ezt elengedem. Mert tudom, hogy repóba fejlődni én nem fejlődök olyan jól, meg repúzgatni. Tudom, hogy ahhoz questeket kéne csinálni, meg mit tudom én, de az nekem nem lenne. Az nekem unalmas lenne. Nem lényeges, csak telefonon itt van egy ilyen SA logo, stream avatars. Igen, az az, amit mondtam. Intro előtt, szünetben és outro alatt van egy kis kutya, ami megjelenik és testre tudod szabni. Nálam telefonon is működött legutóbb. Ja. Először nyitunk, srácok. Ajándékot. Azt hittem már sosem mondott ki a kulcs szót, hogy unalmas a repúzás. Hát... Valaki szeret repúzni, biztos. Én is szerettem régebben. De most így az időmet inkább mással tölteném. Tudom, például goldot is lehet farmolni, valakik azt mondják, hogy viszonylag gyorsan, ezt majd így ki akarom deríteni. Van egy jobb válaszunk, most nézem. Ja, ez esett a Time Walkingból, amiből nem csináltam meg. Nem csináltam meg az ötöt, sajna. Hogy is kell kinyitni? Mit beszéltünk? Így. Ugye meg lesz. Jó, megvan. Fú. Valaki mountot is szeret farmolni, de hát én olyat nem tennék. Nem tennék már. Nagyon jó, kiesett egy chest, ami már volt, de az helyzet, hogy dagger is kiesett, de... Én mit csinálhattam vajon az előző daggerrel? Amúgy van itt két olyanunk, amivel így lehetne növelni a Dreamwarden-es reput. Van egy ilyen is, meg van egy ilyen is. Hát most így, az a gond, hogy nem tudom használni a daggert, meg így nem is az a, tehát hogy nincs hozzá offhandünk, és ez nem lenne jó. A chess se jó, szóval nyitottunk kettőt, amivel nem tudok mit csinálni, hát ez bravo. Meg amúgy az egyik ládából szintén egy kés nyitottam, úgyhogy... Hát ez unlucky. Na jól van. Jöhet ez. Aurelian Bitter. Mi ez a gemstone? Valami treasure. 7-es repos szinten egyébként kivehetsz egy veterán kesztyűt is. Aha. Koszaró. Neki kellett a gem. És ő most boldog. Tudjátok, mi kellene még? Van ez a Catalyst Gift. Azt meg kéne nézni, hogy azzal hogy állunk.
És akkor el tudjuk alakítani set itemmé a sapkát, meg a chestet is. Na nézzük, hogy működik ez. Greetings. Welcome to the Isles. Jó, hát ez sem egy kontrollerrel, sorry srácok. Aha. Ott van 8 olyan dreamünk van. Mastery és krites lesz belőle. Illetve átalakítunk egy chestet is. Azt még nem tudom, hogy melyik chestet kéne. Gondolom mindkettőt ugyanarra alakítja át. 582-70. Aha. És mindegyik veterán. Jó, hát igazából ezt átalakíthatjuk, ami rajtunk van. Na és ez most hatalmas upgrade, illetve mutatom nektek, hogy milyen menőn fogunk ettől kinézni. Ó, igen. Ó, igen. 4.33-ra fölmentünk közben, úgyhogy ez már elég jó. Ez, amit néztünk, ez a sapka, meg ez a vállas. Ez így szerintem nagyon ott van, nagyon eltalálták ezt a setet. Aki esetleg lemaradt róla, hogy ez mennyire jól néz ki, mennyire epikus, itt van. Ez a Raidfinder-es, ez a kék. Ott vannak az angyalok a szélén. Itt van ugye mindez pirosba, a normál, a heroik a zöld, és a mitik pedig lila. Hát most azért nincsen lila füst, mert nincs benyomva a Shadow Form. Na. Szerintem elsőnek, aki szeretne jönni Raidfindert nyomni, a lehető legizgalmas dolgot, ami így a szezon végén van, szóljon nyugodtan. Bár amúgy simán lehet, hogy nem Raidfinderre kéne bemenni, hanem normálra. Mit szóltok? Direkt nem a set item-es chess van rajtad? Nagyon jó észrevétel. Köszi. Nagyon jó észrevétel. Hoppá! Dead Speaker. Mi lehet az a Dead Speaker? Ha a Dead Speaker aktív. Dead Speaker WoW. Shadow Word Pain. Damage. Van esélye, hogy rezetelje a Shadow Word-et. CD-jét. És növelje a sebzését. Ó, értem. Minden egyes alkalommal, amikor sebzést kapunk a Shadow World Dead-ből, kapunk Death Torment stacket, ami növeli a kezdeti sebzését a következő Shadow World Pain-nek. Wow, vagy növeli a Shadow World, mint a Shadow Crash-nek a damage-ét, és ezt tud stackelni. Jó. Na megnézzük, nem írt senki. Nem tudok lenni tank. Megpróbálunk grupot keresni. Raid. Uha. Kell még egy addon nekünk. Ne haragudjatok, de ezt most nem kontrollerrel csinálom, mert most itt beállítani ezeket, hogy lassabban tudjak menni. Primate Group Finder az kell nekünk, meg szerintem most már jöhet vissza a Raider-á, jó? Kíváncsi vagyok, hogy felismerte már, mert most frissítettem a reggel a Raider-á oldalán a battle.net-es infóimat. Bár lehet, hogy pont magamról nem fogom úgy kiírni semmit. Igen, ez kell nekünk. Raider IO score 0. Hát akkor lehet, hogy nem frissít be. Na mindegy. Primate Group Raid. És nehézség normál.
Én azt mondom, legyen egy tank. Meg mondjuk két healer. És... Volkoros full run. Aha. Hát oda nem biztos, hogy behívnak, mert ezek már eléggé tele vannak. Az komoly amúgy. Akkor lehet, hogy egy olyat kéne megnézni. Hát mondjuk egy heal-lel esetleg. Olyat kéne, hogy raid boss defeated 0. 0. Na hát ez mondjuk jó lehet. SH. Skip run, chop chop. Hát nem is tudom. Nem is tudom, srácok. Beírjuk. Curved. Alt. SH. No, ez lesz itt a kulcs szó. Bárhogy a Raider Ion miért nem frissült be, szerintetek miért nem frissült be? Raider. Refresh. Nem tudom. Nem vágom ezeket. Jó, és akkor nézzük még, hát ha... Igen, skip run. Na az. Ez amúgy jó lehet, ott van a mainjének a szkorja 3300. Normál. Council. Az is jó. Bár mondjuk nagy valószínűséggel a 430-ba normára nem hívnak be. Mit mondanak szerintetek? Mi az ajánlott a normára? A normál 454-et dob, a minimum valahol 439 körül van. Az alapszabály, hogy a... Na, amúgy én nem is tudtam, hogy van ilyen. Alapszabály, hogyha mondjuk 454-et dob a normál, akkor 15 item level-lel kisebbként már lehet rámenni. Ja, de valószínűleg nem minket fognak hívni elsőnek. 2-2-4, mondjuk nem nagyon hívtak senkit. Akár tudsz jönni tankkal is? Jó. Ha szeretnél egyébként, Soma, mármint, hogy szeretnél jönni nyugodtan, és akkor beinvelek. 2-2-5. Mondjuk lehet, hogy DPS-ként, mert itt ahogy látom, a tankok már általában megvannak. De mondom, amivel szeretnél jönni. Ez normál lesz, Soma. Kettő, kettő, öt. Kettő, kettő, hét. Mivel jelek ezzel? Jó, akkor... Újra próbáljuk. Na, most biztos. Most majd biztos behívnak. Itt van a nagyon menő varlok a haverjával. Na, tessék. Fúj! Fúj! Érted? Odaírtam nekik, hogy curved, azt nem is érdekelte őket. This team. Ezért indítok egy Warcraft logot. This team. Na, még frissíteni is akar. Hát ez a Warcraft log. Itt minden frissíteni akar? Ez hihetetlen, srácok. Hetente jön a frissítés a Raider IO-hoz, meg a Warcraft loghoz. Hihetetlen. Ezek az addon fejlesztők ennyire ráérnek? Nincs munkájuk, mint a streamereknek. Ennyire ráérnek, itt napközben ülnek a stream előtt? Mármint, hogy a gép előtt?
Jól van, töltsél már gyorsabban. Igen. Amúgy, ez most egy mérföldkő, srácok, mert rédelni fogunk az első rédje a papnak. Csak amúgy mondom. Adatbázis frissítést kapod meg, hogy adatbázis frissítést kapod meg, hogy lásd a többieket. Igen. Na nem, itt azt írta, hogy amúgy patch van. Patch volt. Vagy a patchbe volt az adatbázis frissítés. Mondjuk ahhoz nem kell patch szerintem. Ez 4.33, szóval nagyon a határon vagyunk, és éppen amúgy nem akartak behívni, de úgy, hogy már itt van velünk Soma. Nem tudom, hogy a item levelben, mert nem frissít a raider, jó. De szerintem ilyen 4.70 körül. Így már beinveltek. Hiába írtam nekik, hogy curved alt shadow path vagyok, nem igazán érdekelte őket. Neked naponta frissít a raider, jó? Ha már amúgy itt vagyunk, felvesszük a questet. Ne legyen elfelejtve. Ja, akkor 480. Akkor 486. Én azt mondom 486. Az már jó? Amúgy hirtelen nem jutott eszembe, hogy mi lehet a jó. 490? Mehet a licitálás. Vajon hanyas item levelbe lehet a Soma? Na, 480, akárhánya már, plusz-minusz, akármennyi volt? Na, hát akkor majdnem eltaláltam. Már majdnem. 488. Jézus, nézzétek meg, hát elém jön a fa. Az a gond, itt nincs kirakva. Plusz egy gomb, pedig ki kéne rakni, hogy gyorsabban tudjak repkedni. Nincs jól elrendezve itt az action bar. Majd megszívjuk az utolsó előtti bossnál. Oda mondjuk ki kéne rakni. Na, itt vagyok. Ez történelmi mérföldkő. Első rédje a Shadow Papnak. Első réd. Na most. Nagyon kíváncsi leszek. Itt van Witcher és Yeecher. Nem, az valószínűleg még az előző volt. Valószínűleg egyébként utolsó leszek. Még a tank is meg fog előzni. Én így állok hozzá. Ha másként lesz, akkor egyébként nagyon örülni fogok. Várjál, mert ez nem friss raid. Vagy hol vagyunk most? Ez nem friss raid. De az hogy lehet? Leölték, amíg bejoinoltam. Száma a GX, szavaztok, srácok. Amúgy, mintha a Cancel-t írtak volna valahol. Ha, érdekes. Igyekezz minden bosszon feltartani a dotokat és ultimate-dam. Jó, megpróbálom. Itt nem úgy, ebben a raidben nincs semmi olyan NPC, aki azt mondja, hogy leöltél egy szánba már kettő bosst, akkor most gyorsabban tudsz futni fél percig. De vannak a fák. Komolyan? Van ilyen? Na.
fel kell hílálni a fákat. Szevasztok, szevasztok, skacok. Nekem nem kell ilyesmi, mondjuk, tudjátok mi a baj? Ha már csöves item levelbe vagyok, akkor igazán vettem volna flaskát, stafvajazót, meg mit is? Kaját nem vettem. Ó, igen, át tudunk alakulni. Jó, a kaját azt intézték. Hú, amúgy nagyon-nagyon. Az a gond, hogy ilyen későn jutnak eszembe a dolgok, tökre elfelejtem. Így most nagyobb a challenge. Így van, legalább most így a tiszta sebzésünket látjátok. Hú, ez valami elf lesz mi. Ó, de tetszik, ahogy jár. Hát ezek itt szummolni akarnak, de hát ez sokkal fontosabb az atomik rekalibrálás. Amúgy mass dispellezni se fogunk szerint. Na ez. Mehagnom. Na. Ó, köszi szépen amúgy Soma. Azt mondja, hogy... nyomjuk is. Ja, persze. Persze. Vidd innen ezt a hülyeséget. Hol az egerem? Combat log. Jó, oké. Be van nyomva. Én is most rolloltam Shadow Pubra, fán főleg S4-ben lesz fán. Na, mi miatt lesz fán S4-ben? Nekem így az AOE a Time Walking Dungeon-ökben ott nem tetszett. Ezt tudom elmondani, amúgy meg nagyon tetszik a sebzése. Csak éljenek sokáig a bosszok. Akkor aztán különlegesen jó. Tudjátok mi a baj? Nem csináltuk meg a Power Infusion-t. Mindjárt megcsináljuk gyorsan. A lehető leggyorsabban. Egbert. Na, azt kell megnézni, hogy ráment-e. Hát ez nem volt jó. Target. Na ez. Nem volt jó a makró. Épp egy rossz makrót másoltunk le. Na ez így már valószínűleg jó lesz. Bízom bennem. Hát kinézetre már jól néz ki. Puh, S2-es tírszetet kapja, és ontod magadból majd a szellemeket, olyan DPS-tól szív leszakad. Ezek a szellemek amúgy menőnek tűnnek. Puh, nagyon bízom benne, hogy jó lesz ez a makró.
Nem tudom egyébként, hogy erretok csak, nekem valami addon csinálta a tiptek. Azt csinálta itt a dolgokat. Az item levelet például. Aha. Na. 488. Hasta. 488. Van 468. 450. Warlock Sumstone, please. 459. Én vagyok a 433, hát akkor valószínűleg ezért nem hívtak, mert 450-ben vannak már itt az emberek. 450. Na, tölthetne gyorsabban. 460, 454. Hát akkor úgy néz ki, hogy 430-ban senki se rédel. Oké. Okay. A sáncnak miért van odaírva, hogy Knight? Zárójelben, amikor így ír. Nagyon szeretem egyébként, hogy így lehet pörögni kontrollerrel. Szava Patriot. Na, most akkor mégiscsak több embert invelünk. Just invite everyone. Who is 470 or more? Let's go. Jó, jó. And GG easy carry. Aki esetleg mostanság érkezett, és hogy most nem tudja így mi van, rédelni fogunk, normál rédelni a Shadow papommal, a Council-t ütjük. Itt van Soma a nézők közül, és rá fog kerülni a Power Infusion, szóval ennyit elvileg már megcsináltam. Valamiért itt táncolnak nekem az emberek, nem tudom mi van. És ez lesz az első rédje egyébként a kis papnak. Valószínűleg én leszek az utolsó 430-ban. De hogyha már sikerül valakit megelőzni, akkor az már egyébként az már hatalmas lesz. Legalább nem kell azzal foglalkoznom, hogy BL. És mire kimondtam, elnyomódott. Jó, jó, jó. Wash your feet. Help, sir. Itt, ha jól emlékszem, nem kell beállni elé tankolni a dolgokat. Gizgacsa, gizgacsa, gizgacsa. Watch your feet. Enemies.
Spread. Help, sir. Poison. Bloom. Push back in. Na basszus, hát az most teljesen rossz helyre ment. Az a gond, hogy az urkt az nagyon kapjám. Help, sir. Milyen meghal az orkos? Your feet. When they scream, I'll let them know. Igen, ezt a gombot kerestük. Mi? Hát ezt nem hiszem el, srácok. Rak a burst. 9 másodperc. Kettő. Nem lesz meg. Ezt nem hiszem el, srácok. Ezt nem hiszem el. Mint hogyha tényleg valami izé. Nem normális. Nem normális lenne a csapat. És érted, normál. Na most hát, most nagy valószínűséggel meg lesz. Nem gondoltam, hogy itt ilyen kihívások lesznek. Offhand az kell. Az is kell. Srácok. Van egy olyan hírem, hogy megelőztük a 460-as Warriort. Megelőztük a 459-es mágust. Megelőztük a rugót 462-be. És megelőztük, hát gondolom, hogy a Blood DK a tank. Ja, a másik is tank. A kontrolleres játékos kisebb item levelbe megelőzi a 460-osokat. You will be destroyed.
az lehet, srácok, hogy OP a Shadow Pop. OP a Shadow Pop. Nerf Shadow Pop. Hát ez egy jó első raid élmény, amúgy, ez eddig. Amúgy szerencsére el tudod hozni egy cuccot, Soma. Amúgy nem tudom, hogy milyen sebzésünk volt így. 40-40, Urktosra és a Pipre. Köszi szépen. Négy-ötvenhét. Na hát ez már három item level. Szematoxid jó. Ez jó volt. Köszi szépen az itemet. Hát ennél még simán lehetünk jobbak, srácok. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy én még kezdő Shadow Pop vagyok. Nyilván ezek a dolgok majd még idővel jobban kézre állnak, jobban beállnak. De ez már egy hatalmas siker szerintem. Vagy a négyes set bónusz szerintem az, ami így nagyon meg fogja dobni a dolgot. Üdv mindenkinek, srácok! Na, aki esetleg mostanság érkezett, ez az első raidje a Shadow Pupnak, amit kontrollerrel játszom. 4.33-ba jöttünk be ide, úgyhogy hát megpróbáljuk kihozni itt a dolgokat. Soma az első, ahogy látom, bár lehet, hogy ő csak itt most a trash-en, nem figyeltem. De eddig, hát amúgy az overall-nál is ő az első, akkor mindegy. Azt nem figyeltem, hogy a Power World, vagy mi az, Power Infusion-nek mekkora lehet a CD-je. Shadow Pop-ot tervezel felhúzni? Jó amúgy nagyon. Miért targetel ki néha? Miért targeteli ki a boss-t? Nem tudom. Hú, de fura, hogy nem én vagyok amúgy az Evoker. Na most egy targetre fogjuk nyomni a damokat. Azt mondja, hogy én vagyok az egyesben, megyek balra. A szíves. Hát ez nagyon szíves. A szíves. Próbálj majd úgy állni, Soma, hogy elérjelek, mit szólsz. 2 perc, köszi. Kíváncsi leszek a véleményedre, hogy így változik-e a kényelmesség. Hát, meglátjuk. Egyelőre én azt mondom, hogy nekem ez nem kényelmes, de ezt azért mondom, mert gép előtt játszani kontrollerrel szerintem nem hiszem, hogy sokan akarnak gép előtt kontrollerrel játszani. Tényleg a Steam Deck, vagy más kézi konzol, vagy tévé előtt vovozás. Tehát, hogy ezt tudom így elképzelni. Tehát akkor azt mondom, hogy ugye nincs más opció. Jó, tudod, nyilván a tévé előtt még van opciót, hogy megér billentyűzettel játszál, mondjuk, hogyha vezeték nélküli, vagy hogyha vezetékes akkor is, bár az már kevésbé kényelmes. De így tehát az, hogy vezeték nélkül tévé előtt vovozol kontrollerrel, és megszokod, szerintem az amúgy tök jó. Meg a kézi konzol. De gép előtt kontrollerrel, az felesleges. Ha tippálnám kéne, amúgy van egy olyan itemünk, ami józolós, igen, azt még nem is használtam, az így nincs berakva. Nem. Ezt egyelőre berakjuk oda, amit szóltok. Biztos, hogy jön majd Xbox-ra a WoW, biztos. Ha nem is a WoW 2 majd biztos jön.
Ó, 1-3 átkerültél, jól látom ide hozzánk, Soma zsír, akkor nem kell majd mozogni. A fenét érdekel, hogy most nincs itt egy nagyon jó DPS, aki random bepullolt a izét. Tehát most talál egy másik raidet, az csá. Random bepullolja a boss úgy, hogy rábélezik timer nélkül. Hát most istenem. Akkor így járt. Kit érdekel? Majd most ezen megy itt a vita, srácok, hogy bepullolt valaki, azt a haverja meg itt sír a cseten. Oké, let's go. Én azt mondom, oké. Timer fel, let's go. Csumi. Jaj, rossz gomb. Watch your step. Stay away from lines. Cannot change. Jó. The dream finds you. Jó, legalább ez alám spawnolt. Jó, hát az abban nagyon csúnyán beleálltam, srácok. Mint egy igazi noob. Watch your step. Shockwave. All agents of change must be purged. The dream finds you. Watch your step. Okay. Stay away from lines. Cannot change. Basszus, belementem pont a stámba. Watch your step. Stay away from lines. Cannot change. The dream finds you. Watch your step. Hát most már 9-ek vagyunk, srácok. Most biztos inváltek jobb játékosokat. Na nézzük. Shield nem kell. Létes cucc nem kell, az se kell. With this seed
Ja, úgyhogy most csak 9-ek lettünk. Mondjuk jó párszor le is voltam stunolódva. 55 deeps. Nem vagyunk utolsók. Megelőztük a 460-as Warriort. És mennyire voltunk a másiktól? Hát majdnem beértük a 462-es rugót, meg a 459-es mágust. 1 millió választott el. Szem a Frixeton. Ja, a Holy Pop nyomja neki rendesen meg. Meg Soma is a 182 000-vel. Hát ez megcsípett. Ez megcsípett minket. Már is itt vagyunk. Na, addig van időnk nézni egy ilyet. Nimue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát úgyis 9-ek vagyunk, srácok. Mondjuk tudunk nézni egy ilyet. Teacher. Hát a performance-om 30%-os. Nagyon, nagyon gyenge. Nagyon gyenge ez a Shadow Priest. Gondolom ezt így kell nézni. Bár csinálhatunk olyat is, hogy Teacher. Na. Melyik gombot kell megnyomni? Ezt? Hát igen, ez 30%. A Cancelon jobbak voltunk. Pedig próbáltam nyomkodni mindent. Az első kettő és a Larodás szárny már halott. Szívás. Az szívás. Jobb, de akik 4.30 körül ütötték, valószínűleg S2 tírszet volt rajtuk. Mondjuk ez jogos, GX. Ez teljesen jogos. Akkor talán úgy lesz jobb ez a stat, hogyha mondjuk rajtam lesz a tírszet, és akkor jobb lesz a helyzet. Aha. Kár. Pedig azt hittem, hogy ez alapján tudok majd nézni, megállapítani valamit. Igen, a set bonuszok elég sokat adnak hozzá. Aha. Hát még kéne két item. Egy item kell. Akkor azt valószínűleg meg is tudjuk majd csinálni. Mert azt mondta Soma, hogy a 7-esnél tudunk kivenni, 7-es Dreamwarden repunál tudunk kivenni egy kesztyűt. A nadrágot átalakítjuk, és már meg is van a set bónusz. Hát itt van valami ilyen hésztet adó trinket. 441-es hésztet adó trinketem van. A staffom az nagyon gyenge. Utolsó előttiből esik a staff, igaz? Az Iridon, vagy mit tudom én, mi a neve. Hát én nem tudom, hogy akkor honnan esik. Nem az, hanem a másik, az a józoló staff. Az embokeremen mi? Az nem innen esik? Az izéből esik? Mythic pluszokból esik? Akkor mindegy.
Nem baj, innen esik valami jó cucc. Igazából már most is jó lehetne. Nem esett offhand? Nem esett offhand. Nincs offhandünk. Ah, francba. Ha lenne offhandünk, az most így megdobná a számokat. Galakron follows a másik józoló staff. Aha. Az az, ami... Amit én használok, az a Bish amúgy a Shadow Pupnak, azt hiszem. A Shadow Pupnak is. Ha valamelyik boss fighton rossz vagyok, amúgy ez a Smolderonos. A vakas az az egykezes. Igaz? Special coming. Szerencsére itt nem jönnek a tornádók. Watch your step. Special coming. Kifelejtettem a Shadow Bird-eteket. Watch your step. Phase change. Watch your step. Kicsit veszélyesen éltünk. Phase change. Special coming. Watch your step. Ez nem volt annyi HP-m, hogy Szerintem egyedül tesztekkeltél a tankkal. Special coming. Igen, azt néztem, hogy ott írja, hogy legalább négy játékosnak kell benne állnia. De amúgy nincs is annyi HP-m szerintem. Nem tudom, mennyi HP-m lehet max. Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy részletes statisztika vagy valami, de szerintem nincs 500 ezer HP-m. Ja, ott van, 494 ezer. Hát ezért haltunk instant. Az Evoker-rel van 800. Mennyi van Somának? 1 millió. Hát akkor ezért. Igazából itt az a taktik, hogy aki nem kap tornádot, az szókal. Ja, én nem kaptam, úgyhogy azért mentem oda. Csak hát ez normál, itt nincs tornádó, de mondom, itt is biztos be kell állni szókolni a tankkal. Phase change. Aj. Champions, to me when you are ready. Varrak will fall. Itt lehet éledni, srácok.
megnyomnám a release-t? Lehet jó. Na nézd meg. Mekkora kamu. Mekkora kamusok vagytok, srácok. Remélem megszomolnak majd a többiek. Ott volt a fának a karikája, a belász. Van, lesz más karika? Lesz itt előrébb, izé? Fa. Bocsánat, én azt hittem, hogy a bossnál. Hát azért kérdeztem, mert én nem tudtam. Én nem tudtam, hogy ez most hogy van. Nem baj, most futunk egy kicsit. Kell a sport. Nem vagyok ott, úgyhogy ezért bízom a szumba. Ja, csak nem akartam billentyűzetre váltani, de lehet kellett volna. Jaj, nincs kirakva a Mass Dispel. Hol is van a Mass Dispel? Ott. Azt nem tudjuk, lesz. Jó, van leszedik. Nem deteztem, az amúgy baj. Watch your step. Hát egy kicsit félek most. AOE incoming. Mert nem vagyunk annyira jó helyen. Watch your step. Ja, ez most a tornádó volt. Phase changed. Push back in. Answers to me. Na, ez jó lesz. Kicsit lassan érünk oda. Phase 2.
Jó. Target you. AOE incoming. Rise from carnage. Phase change. Push back in. Látom egyébként már, hogy hova kerül a debuff, hogyha megkapjuk. A repülést. Na most nagyon jók voltunk. Igen. Rise from carnage. Most nem is voltak rajta. A dotok. AOE incoming. Watch your step. Rise from carnage. Target you. AOE incoming. Target you. Na, esett valami jó cucc szerintem nekünk. Persze, need. Ez most mi? Ja, most már lehet repülni, jó. Szevasz, Dante. Az öt gömbök vigort adnak? Igen, csak most így nem akartam azzal szórakozni, hogy megpróbáljam felszedni, mert akkor tuti nem érek oda. Ja, ez megvan az evokeremnek, ez a trinket. Ez a robbantós. És ott is van. Ott is van. Be is tesszük. 463. 437-esek lettünk közben. Normál raid ready gearbe kerültünk. Júj. Ez mit csinál, srácok? Ez most így adni fog nekem egy vállast? Te vagy az augment evoker? Odaadjam? Ja, nem tudom odaadni, mert ez magas nekem. Hát a Souls odaadom amúgy neked. Nekem ez csak alt. Set itemet csinál. Hát ez nagyon jó, megkapjuk a vállast is. Let's go! Let's go, vállas! Ott is van. Hogy is kell kinyomni, várjatok csak. Ott van. Mondjuk ez már normál vállas, ez nem kék. De ott van, ott vannak az angyalok. Sose esett még nekem egy ilyen set itemes cucc. Úgyhogy azért is kérdeztem rá.
Amit sose esett olyat, amit így tudtam volna júzolni az evokárral. Hát, hogyha átalakítottam volna a gatyát, akkor már meg is van. 4.39 közben. Szeva, Tomi! Azon kell majd még változtassak, hogy valószínűleg nem kéne az összes CD-t eldurrantanom az elején, de hát egyelőre nincs jobb ötletem. Azt csinálom, hogy az összes CD-t eldurrantom. Izé, heal! Mondjuk valószínűleg a healt azt nem akkor kéne. Power World Infusion, trinket, csápos szolgám. Mi az, hogy invalid target? Hát mégis kire akarnám nyomni? Nagyanyámra? Na végre. Jöttél örkölni munkából? Én elveszítem a kontrolleres, rédelős, shadowpapos szüzességem. Mármint, hogy ezeknek a komboját. Tehát, hogy Shadowpapával már voltam raidben. Lich Kingben. Úgyhogy... Eddig szerintem amúgy jók vagyunk. Hát, megelőztük a rugót. És megelőztünk egy... ez mi? Egy Frost DK-t? 476-os Frost DK-t, hát ő biztos meghalt. Jó, és itt amúgy egy csomó mindenkit megelőztünk. Ja, és te vagy a Thelonious akkor. Jaja, 24-én jön. AOE incoming. Watch your step. Fall to my wrath. AOE incoming. Waiting for a spark. Valaki középre kakkantott. Jézus. Van baj. Fall to my wrath. Run. Na, mert itt milyen achievement van? Watch your step. Mondjuk most már nem kellene a Mazdi spell. Nekem legalábbis, lehet, hogy amúgy a fight-ra kéne. Kicsit félek. Hát ezeket megpróbálom nem én tankolni. Phase 2. No! The heart is mine. Run. Run. Do. My fang or my axe, I will tear you asunder. Our lives are sworn to a Myrdrasil. Surrender, Farrakh. You cannot win. Keep dreaming, little one. Your mother is not here to save you. Destruction reigns! This tree will not fall. Run and hide, weakling. Oi, oi. Breath and come under my wing. Our lives are sworn to a Myrdrasil.
Vannak olyan izélők, screamelők, streamelők. Run. Run. The dream will never yield to you, monster. Your last moments will be a nightmare. Azt nem tudom, hogy a Shadow World-et azt mindig nyomkodjam, hogyha van rátsz, tehát hogy lejön róla a CD. Illetve érdemes-e végig nyomni a Mindflight, ha már így belekezdtem. Vagy érdemes inkább... Bosszos! Merre vagy? Lejárnak a CD-k! Ott egy sikítozik. Be jó, hogy itt a csíkokra nem kell figyelni normálon. Mindjárt olvasom, hogy mit írtok. Menj fel csak akkor, ha minden más színé van és nincs mit nyomni, vagy ha procos. Amúgy szakítod, ha van mit más. Jó. Akkor jól sejtettem. Üha, én nagyon-nagyon fájok. Incineration. I'll devour you whole. You reek of me. Alex Straza. What nah. has happened? Something. Klotyos vészt. Need. Az igen, valaki százat. Az igen? Micsoda, bolond százas rollok. Ez nem tudjuk mi, de nédelünk rá. Mert hát ugye minden kell a papnak. Jó, az egyik klottyos tudsz, miénk lesz. Hú! Köszi szépen amúgy, hogy jöttél, Danti. Meg neked is egyébként, Csoma. A Flame Warped Curio-kat be tudod váltani normál setájt. Hát akkor az kell, csak az a gond, hogy ott már vitték mások. Például a Gabz, őt már nem látjuk, hogy micsoda, de mindjárt megpuskázzuk. Ki az, aki elvitte? 463, akkor jó, azt mondjuk, hogy oké. A másik a Thelonious, nézzek, a Dante elviszi. Nézzek, elviszi. Köszi egyébként. És nézzük ki az, aki még elvitt dolgokat. Aha. Jó, amúgy ennyi. Köszi szépen egyébként. Na hát ez most 4.33-ról
És ha ezt hol kell beváltani, ezt a Curio-t? Ez zsír volt. Az Insta előtt. Akkor lévelek, aztán kidob. Dungeonon kívül a Dreamben van egy vendor. Aha. Hát nincs ilyen, vagy nem tudom, meg lehet nézni így koordináták alapján is a dolgokat. Nem vágom azt, hogy működik. Ott. Ó, az már rémlik, mert legutóbb is elküldtetek oda. Na, amúgy ez egy eredményes rám volt így, hogy 6 item levelet is sikerült húzni. Mythic pluszra most már talán amúgy tudnék menni. Hát ugye azt olvastuk, hogy 4.37-től ajánlják a Mythic 1-et. Úgyhogy szemezgetünk valami kis Mythic-et, megnézzük, hogy ott milyenek leszünk. De előtte megcsináljuk azt, hogy meglegyen a 4-es set bónusz. Annyival, hogy átalakítjuk a gatyót. Igen, gatyó átalakítás lesz. Meg mindjárt nézzük a logokat is. Jó, combat logot kikapcsoltam. Answer the call of the wild. Aspects watch over you. I am on. Ő biztos hátrébb van. Ő lesz az. Senior Researcher. Igen, ő az. Na és akkor kiveszük a kesztyűt. 4. Én most mit nézek itt? 4.60-as cuccot lehet kivenni, 4.54-et, 4.63-at. Hogyhogy nem egyes szinten kezdenek ezek amúgy. Tehát hogy ez miért nem 4.60, mint a többi, ez meg miért 4.63? De fura. Na jó, veszünk egy kesztyűt. Na, 4.41, és akkor még amúgy így már megvan a set bónusz. Nézzük csak. Jó, hát végül is ezt használják. Nadrágból pedig szintén, ahogy látom, gyakorlatilag mindegyikből a set itemet használják, az a legjobb. Jó. Megy fel az item levelbe a raidbe bosszonként kb. Ja, akkor valószínűleg a kesztyű azért volt ilyen. Mindegy, átalakítjuk azt a gatyót. Ja, mert hésztes és nem verszás, tehát hogy ez jobb lenne. Átalakítjuk azt, Super Bloom, hát az majd fél óra múlva, bár lehet, hogy azt így most nem streambe fogom megcsinálni. Le kell backeljünk. Ezt majd ki kell valahol rakjam. Valami megoldást kell erre keresnem, hogy hogyan backeljek. Köszi szépen amúgy tényleg még egyszer a helpet. Na nézzük. Léci legyen 40 feletti. Nincs. Hát a Smolderonoson meghaltunk. De a Firakon, illetve a Tindrálon sikerült 39-38-at hozni. Jól van. Hát akkor azt mondom, hogy ez jó.
Mást így nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Ez akkor most biztos jó. Most már mondjuk lesz 4 eszed bónusz. Az komoly! 99%-ot nyomott a srác a Silver Scale. Csoma első, GG. Igen, nekünk nem voltunk annyira aktívak. Igen, az ott annyira nem jó. Szóval a healer majdnem utolért minket, de megelőztünk két DPS-t, és majdnem megelőztük a rugót is, aki 462-ben volt. Szóval, hogyha azt nézzük, igazából tűrhető. Tűrhetők voltunk, srácok. Nem tudom, hogy tudunk-e majd itemet fejleszteni, majd azt is meg kell nézni. De azt el kell mondjam amúgy, srácok, hogy az első raidünk alacsony item levelben a Shadow Pappal szerintem sikeres volt. Ez elég boss volt szerintetek ahhoz, hogy megkapjuk a legtöbb lootot innen? Hol is? Nem itt kell megnézni? Itt kéne feldobni a vaultot. Miért nem dobja fel? Mert nem nyomtunk még egy mitiket sem. Nem volt elég. Aha. Jó van akkor. Hát akkor vissza kell menni raidbe. Nincs mese. Vissza kell menni a raidbe. Jó. Fullos a set. Fullos a set. Mapon meg tudjuk nézni. Ja, látom. Így. 1, 2, 3, 4, 5. Két kell. Ha vadra kent... Ó, mondjuk ez nem hülyeség. Így. Aha, és 7 kell. Ja, hát akkor még kell 2. Annyi, hogy most megnézzük, hogy tudunk-e valamit upgrade-elni, és akkor mehetünk vissza egyébként raidben. Ha még van kedvetek csatlakozni. Vajon befrissült azóta a raidere? Hát nem tudom, a sajátomat nem mutatja. Köszi amúgy Ápet. Én ilyen... Nyomtam egy szinkronizációt, de az lehet, hogy ez egy rossz ajtó. De én csak ilyen Battle.net szinkronizációt nyomtam, akkor az lehet, hogy kevés. Lehet, hogy kevés akkor. Na, nyomunk rá egy update-et. Hello, bocsi a kérdésért. Sok helyen kérdeztem és olvastam, de sehol nem találok egyértelmű választ. Imádom a Warcraft 3 játékot, és amikor a WoW indult, még fizetés nélkül voltam, így sok minden kimaradt, de mindig érdekelt. Ha most belekezdenék, elkezdtem az ingyenes pár szintet már korábban, végig tudnám játszani a teljes történetet az elejétől, onnan a Frozen-tról véget ér egészen mostáig? Igen, de ehhez egyébként érdemes utána olvasni, hogy ez pontosan hogy kell, mert most már a szintezés az olyan, hogy gyakorlatilag elkezded a játékot, és a
kiegészítőnek, az első kiegészítőnek, amit választhatsz, hogy éppen mit akarsz nyomni, bár azt hiszem első karakternél nem tudsz választani. Hát első karakterre nem tudod végignyomni a teljes történetet, úgyhogy valószínűleg kell egy maxos karakter, aztán utána a time walkingozással, illetve az a szinteződésed leállításával végig tudnál nyomni a teljes történetet, az összes küldetést. Meg tudod csinálni, annyi, hogy ha a küldetések érdekelnek, ne számíts nagy kihívásra, mert nem lesz kihívás a fejlődésben és a küldetések megcsinálásában, mert a szintezést azt nagyon-nagyon leegyszerűsítették így a kiegészítők alatt. Van egy championünk. Mit is mondtatok? Melyik a jobb? A champion. Jó, azt nem rakjuk be. Na, azt rakjuk be. Aha, szerintem kell először egy maxos karakter, mert hogy az első karakterre nem tudsz választani, timeline-t választani. Szerintem az első karakternél hát mondjuk nem tudom, BFA-s szintezés lesz, vagy Shadowlands, valaki vágja, srácok, hogy így első karakternél milyen timeline-t kell végignyomni. Mi 42-k vagyunk közben. BFA. Köszi szépen, Zoli. Hát erre nem szívesen pazarolnék Flight Stone-t erre a fegyverre. Egy Explorer fegyverre. Jó. Jó. Ahába tudnék jobb fegyvert szerezni? Megnézzük. Amikor csináltam, akkor BFA volt, köszönöm, majd egy kicsit több időm lesz neki állok. Ja, mondom, arra érdemes figyelni, hogy felhúzol egy karaktert, és akkor utána meg Chromie-val tudsz timeline-t választani. Annyi, hogy majd meg kell állítsd, hogy szinteket kapj. Azt majd meg kell állítsd, mert 58 után már azt hiszem nem tudsz választani, és lehet, hogy ki is dob téged. Nem tudom pontosan, hogy van, már olvastam, amikor így a magyarul akartam végigjátszani, de nekem attól elment a kedvem, hogy full unalmas, mármint abból a szempontból, hogy játék szempontjából. Olvasni érdekes lenne, de nincs benne semmi kihívás, semmi. Egy képességből vagy kettőből halnak a mobok. És például az a kihívás, amikor be kell menni egy barlangba és egy csomó enemy van, az úgy néz ki, hogy ott már sárgák a mobok, tehát nem fognak rátámadni, még a barlangban levő boss sem, és az így nálam nagyon elvette a kedvet. Hát 4.24-et lehet venni. Mennyiért árulják? 6000-ért. Hát ez akkor felejtős. Egykezes, igen, egy offhandet mondjuk lehetne nézni. Offhand, az nem tudom, hogy hol van. Hol lehet az offhand? Other? Dob ki. Aha. Melyik kategóriába lehet, srácok, az offhandek? Vagy az armornál van? Jó van, armornál van. Na hát 1200-ért lehetne venni 418-at. Amúgy azon már valószínűleg előrébb lennénk. 1200-ért? Akkor már inkább veszek kaját.
Hal. Kell nekünk hal. Ha már amúgy itt vagyunk, akkor vásároljunk be. Ne legyünk felkészületlenek. Zaba. Kaja. Hal. Valami halat. Én most itt nem látom. Ha beírom azt, hogy hészt, akkor nem fogja kidobni mi. Mondjuk, ha rosszul írom be, akkor pláne nem dobja ki, amúgy sem. Jó. Felismerem a képről egyébként, ha meglátom. Ott van. Na, ebből veszünk egy 100-at. Ez nagyon sokáig elég lesz. Szerintem a következő kiegig elég lesz. Jöhet a flaska. Fiálos. Na, hát, na ilyet biztos nem fogunk venni. Majd az olcsó fiálos. 100. És kell nekünk staff vajazó. A staff vajazó, ez biztos ez a rúna lesz, mi? Nem. Nem, akkor ez mi lehet? Mi lehet ez a staff akármiző? Szerintetek? Other? Ötletem sincs. Howling rune. És ez melyik izébe lehet vajon? Köszönöm úgy. Howling rune. Hovling. Most azért nem találja, mert fegyver van kijelölve. Hogy lehet törölni a filtert? Item enchant? Nem. Ez consumable lesz szerintem. Mindegy, itt van, megvan. Köszi. 100. Ötven elég lesz. Ja, most megvettem? Nem vettem meg. Jó. Oké, akkor 50-et. Szerintem a 100-zal kicsit túltaltam, de nem baj. Na nézzük, vannak-e ilyenek, hogy fejes enchant? Nincs. Vállas enchant sincs szerintem. Chest enchant az... Ja, mondjuk van. Fejes enchant nincs. Neck? Az sincs. Van? Van. Nyak enchant. Oda néz. Hoppá! Neck enchant. Na mondjuk azt úgy se akarjuk enchantolni. Vállas enchant, a híres. Ez a vállas enchant csak ilyen design, nem? Ja, ezek ilyen ideiglenes design cuccok. Mindjárt nézem. A neck enchant az szoketelős. Na az van, neki avoidance, graceful avoidance kell. Let's go. Chest. Viking stat. Jó. És kell nekünk, Vristre van valami? Hogy ne lenne, jó, arra is van. Arra 200 avoidance kell. Jó. Kesztyűre van valami? Nincs, jó. De megnézzük, oda engineer, ráteszi a rakétát. Ja, nincsen. Övre van valami, na olyat biztos nem fogunk használni. Hát ilyet nem. Ilyet nem fogunk, srácok. Nadrágra arra van valami. Aha. Ez is drágának tűnik. Na nézzük. 117 intellect, 131 stamina, ilyet használ a srác. Aha. Frozen. Na az mondjuk jó. 130-ért mondjuk veszünk egy ilyet. És akkor még megnézzük azt is, hogy cipőre mizu.
Aha, cipőre is van. Vacser, lóm. Jó, hát ebből is az olcsóbbat megvesszük. 6. 6-ba kerül, srácok. Gyűrű enchantok is vannak. 4-28-at enchantoljuk. Jó, mennyibe került? Attól függ. Haste. Hát végül is 126, és mennyi az olcsóbb? 5. Jó. Oké. És akkor jött a fegyver. Na, a fegyverre a srác a vakast használja. Vakas. Wafting Devotion. Wafting. Az meg 400. Jó. Mondjuk 400 ér venni erre a szast. Szevasz Milo, szevasztok srácok, üdv mindenkinek. Köszi szépen amúgy a helpet. Véletlenül amúgy vettem két olyan misszívet. Azt nem tudom mire lehet elhasználni, de van olyanom is. Oké, okay. Hát ezeket átrakjuk ide. Na, és akkor a klókost megnyomjuk. Ja, csak nem ezek a misszívek kellenek, gondolom. Rossz misszívet vettem. Vagy ezeket is lehet amúgy használni? Ez fixen haste-et és mastery-t ad? Mert hogy olyat kellett venni, ami... Hol is van? Már nincs is... Ja, de itt van. Ami haste mastery-t ad, ez meg nem tudom mi. Ja, igen, ez... Shadowlands-es cucc. Van olyan is. Nem a versatility fiálos kell? Lehet amúgy az kell. Sorry Csabi, nem figyeltem. Na várjatok. Milyen fiát kell használni a Shadow Papnak? Krit vagy verszása. Na, én meg a hészteset vettem meg. Mi? Ja, ez valami potion. Aha, igen, itt van. Ja, hát ez rosszat vettünk meg. Jó van ez. Jó van ez. Az avoidance az mire jó? Itt van. Csökkenti a sebzést, az AOE sebzéseket, ahogy látom. Ugye ezekkel is megvagyunk, egy kicsit felkészülünk, srácok, és akkor mehet a raid. Mehet tovább a raidelés. Jézusom, vettem a cipőre, 4-28-as cipőre egy ilyen enchantot. Hát, legalább azt tudjátok mondani, hogy vagy az, hogy hülye vagyok, vagy az, hogy de rendes ez a Yeehunter. HC-ra? Szerintetek menne a HC? Mondjuk... Új dolgot tanultunk. Azt mondja, hogy 467-eset dob. 467-eset dob. Akkor nagy valószínűséggel, hogyha 467-eset dob, akkor 452-ben érdemes oda menni, az az, ami így a ajánlott. Igen, vannak ilyen potionök is, amik így intelligenciát növelnek. Én nem is használtam ilyet már nagyon régóta. Jó. Nem tudom. HC-t nézzünk? Megnézhetjük. De oda sanszos, hogy nem fognak minket beívni. Jó, akkor normált nyomjuk le még azt a kettőt, azt csám. Soma? Danti? Egy enchant kimaradt. Igen.
Simán lehet, ott van, jogos. Jogos, pont a fegyverencsant marad ki. Amúgy most már így felcsigáztatok, úgyhogy megnézem, hogy hol lehet a Howling Rune. Well then, let us most már így nagyon érdekel a dolog. You have returned. Adder. Az Adderbe van a Howling Rune. Hát, sok siker mindenkinek, aki így akarja megkeresni. Szeva Blade gratula az alapító jelvényhez. Ja, mitik pluszozni akarok, csak a vaultot jó lenne egy kicsit megtolni. Köszi szépen 78 hónapot, és köszi, hogy a Prime-adat rám használtad el. Köszi. Normál, fresh run. Ezek biztos megint meg fognak szivatni, valami ilyesmire joinoltunk legutóbb. Akkor nem. Jó. Na, srácok, 442-ben vagyunk. Annyi van, hogy 9 item levele nagyobb vagyunk, de megvan a set bónusz. Megvan a set bónusz, és most így fogjuk megnézni a raidet. Nem, sajna nincs meg a legendary, és mondtátok, hogy lesz lehetőség majd a kövi seasonben megszerezni, úgyhogy... Hát a kövi seasonben jó lenne megszerezni. Ja, meg lehet egy jobb trinketem. Azt nyomogatom, mert azt elnyomom minden ilyen CD-s cuccalnyi, hogy azzal figyelnem kell a pozícionálással. De talán az már így bennem van, hogyha eszembe jut, mert ugye az Evokernek is ez megvan. Ja, most majd meg tudom szerezni a Legendary-t. Az tök király lenne. Én a... Mists of Pandaria-s Legendary-re nagyon büszkén tekintek. Nekem a tankos back van meg, és az legendás. Több szempontból is. Nagyon tetszik, és nagyon is büszke voltam rá, hogy azt így megszereztem. Azóta nem szereztem meg egyetlen egy Legendary-t. Mármint így aktuál contentből. Ishnuala. De azt kidobtad? Jesus. Barátomnak minden héten ütjük, mióta kiderült, hogy fel lehet upgrade-elni S4-es szintre. Igen. Van upgrade lehetőség. Jó, mindegy, a Bloom-ot majd megcsináljuk később. Köszi szépen, srácok, a szövegpergetést. Gondoltad volna, Blade, hogy ennyi év után kaphatsz alapító badge-et? Minap ránéztem a Reddit-re, és így pont valaki erről beszélt. Erről az alapítós jelvényes dologról, és mondom, hú basszus, én azt tavaly néztem meg legutóbb, hogy mi újság, és hát egy tizen pár ember, aki nem volt feliratkozva már régebb óta, azok elvesztették a lehetőséget.
De így legalább azok, akik fel vannak iratkozva, azok azok meg most megnyerték. Úgymond. Annyi, hogy combat logot kell nézzünk. Bizony, pocó is kapott például. Ezen én is meglepődtem, hogy lehet pucolni az alapító badge-ek között. Hát főleg azért is jó, mert egy csomóan már voltak, akik így törölt account-tal voltak. Vagy például bannolva voltak. Haló, 200 000-es DPS, mondjuk ez nyilván nem számít, de akkor is 200 000-es deeps. Jaj, amúgy mit is írtál Flixeton, hogy mi volt itt az achievement megszerzés a firakosnál? Igen, olvasom, hogy most mit írtál. Aha, ez is most normál. Én most az új meta archit próbálom szedni, de nagyon gatya. Az micsoda. Nekem még a izét is meg kéne szerezni. Flyingot, a Dragonflight-os flyingot. Azzal is majd akarok foglalkozni. Haló? Első helyezés? Haló? What? Láttátok? Első voltam a 442-es papommal. Elkezdeni 4-5 szellemet a réden belül, több helyen 4-5 embernek és Firak Encounternél jönnek neves szellemek és nem szabad megölni. Oh, wow. Ez mi, amit linkeltél most, Soma? Szeva Martin! Aki esetleg most érkezett, annak mondom, hogy jelenleg ez most egy olyan dolog, amit csinálunk, hogy kontrollerrel próbálok rédelni. Ez így az első alkalom, a mai. És hát eddig nagyon jól teljesítünk. Főleg így, hogy már a top 5-ben is ott vagyunk, mondjuk ez nyilván a trash-elés, szóval, hogy ez még nem boss fight, de azért már ez is jelentős. Ez is szerintem nagyon jelentős. Ki a lead? Az a neve, hogy NM Fresh Furan. És a lead, várjál, csak úgy meg tudom nézni, hogy ó, ugye? Ó, és az a neve, hogy Katatohnr orosz. Biztos, hogy így mondják. Ahogy a meta achi, az achiknál van az expansion fülön. Expansion... Dragon Riding... Vagy hol kell ezt nézni? Ja, ezek azok? A főfülön. Ja. Ez. Aha. Aha! Látom. Taiwan. Aha. Ja, most már értem, hogy azt linkelted bám. Ó, Noriens is itt van, de jó.
Na most ez... Erre most nagyon kíváncsi leszek, srácok, hogy ez így most hogy fog menni. Ugye most annyi változott, hogy lett egy nagyon jó trinketünk, felencsantoltam magam, meg lett a négyes set bónusz, ugye most már 5 set itemünk van, fejleszgettünk rajta egy kicsit az itemeken, és 9 item levellel nagyobbak vagyunk. Úgyhogy hát nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy így az utolsó előtti helyezésekről most így hova fogunk kerülni 4.42-ben. Igen, már raidelünk, és nem voltam utolsó, pedig én voltam a legkisebb az item levelekben. Igaz, ez most nem egy mitik plusz, de... Júj. Bár nem tudom, hogy ez a képesség mit csinál. Meg amúgy ez nem raid talent. Nem, tényleg a DPS-eket előztük meg, 460-as DPS-eket előztünk meg. 5, 4, 3, 2, 1. Destruction takes root. Jó. AOE incoming. Hát nem vagyunk benne a top 5-ben. Mondjuk az meglepő lett volna. Egyébként. Shockwave. AOE incoming. Ezt a Mind Games képességet, ezt valaki el tudja mondani, ezt mi jó nyomkodni? Nagyon jól használható a kontrolleres addom. Én most egy kicsit félek. AOE incoming. Shadow and flame take root. My roots scorch the earth. Scorched. Broken. Persze, minden kell. Ezt most egérrel csinálom ezeket a dolgokat. Na hát, 13-ak voltunk, a nem tudom hányból, megerőztünk egy 446-os Huntert, egy 461-es Retripalát. Ennyi. Szóval a kérdésre a válasz, szerintem nagyon jó ez a konzolport nevű addon. Ja, ez 454-es, hát akkor az nem kellett volna. Nagyon jó ez a konzolport addon, hogyha a kézi konzolorral akarsz játszani egyébként. Mindjárt átmegyünk ide, és akkor itt megnézzük. Azt mondja, hogy Gnall Root, és itt vagyunk, Yi-Cher. Megelőztük a 446-ost, a 461-est, a 464-est, a 444-est, a... Ez gondolom tank, meg egy 468-ast is. Jó, hát most már több embert előztünk meg, igazából annyi. Ez egy mélöv. Akkor erre grideltem, gondolom. Mert arra nem tudunk nídelni.
Ja, jó ez a Shadow Pump. Trash-t, ezt nagyon jól clear-eltük. Úgyhogy ja, tudom ajánlani Steam Deck-re ezt az addont. Én most így, hát ugye gépről nyomom, kontrollerrel, gépen, kontrollerrel nem jó, de hogyha mondjuk TV-ből nyomod, akkor egy jó opció. Szervusz Kevin. Szervusz Petra. Üdv mindenkinek közben, akik most érkeztek. Orient 5. volt itt a Trash-en. Jój. Hát ez valószínűleg, ezt elszúrtam. Jó, szerencsére nem találtak el a kis kések. Hát ez egy jó, kényelmes teszt nekem, hogy úgy mondjam. Mert hát azért mégiscsak vovozunk közben. Nem nyomtuk végig itt a Mindflight közben. Target you. Watch your step. Pain nourishes me. ...454-es zsűrűját. Jó. Következő kiekben 80 lesz a max? Nem tudom. Amúgy mehetünk tovább, hogyha van még kedvetek. Legalább meg lesz az összes boss kill. Hát nem tudom, hogy klasszikra vagy Shodra csináltak-e konzolportot. Az a pegyka amúgy, hogy az Xboxnak is lesz handheld konzolja. Ha sebez hílel, ha hílel sebez. Ja, ilyeneket csinál ez a apos. Na nézzük. 14-ek voltunk.
Nem tudom, hogy az előbb mennyi volt. Na, most már amúgy fölmentünk 68%-ra, képzeljétek el. A 441 és a 443-as papok között én 68 vagyok. Tehát javultunk. Hunter, Trugót, Sámánt és Mágust előztünk meg. Azt hittem látványosabb lesz, de hát azért mégiscsak 4.42-be vagyunk. Na ki vitt el? Ja, 4.59-es, akkor jó, akkor nem szóltam. Akkor nem szóltam. Hát gondolom valami hasonló lesz egyébként a konzolport addonhoz lesz szerintem. Majd hasonló lesz a konzolport addonhoz a natív támogatása a játéknak. Azért a targetelés még mindig nem a legkényelmesebb dolog. Ez most normál, aha. Ahova azt mondták, hogy a 4.39 az, ami így az ajánlott. Vagy mi? Főleg vagy mi. Interrupt. De miért nem látom, hogy interruptolni lehetne? Lehet, hogy nincs hol beállítva az addon. Run out. Hetedik a Threshen, hetedik a Threshen. Overall 12. A Volkorosz. Nem bírnám el visszatérni a Wolfhoz. Hogyhogy Blade. Pedig meg annyi mindent lehet itt csinálni. Dehogy is. Dehogy is. Biztos, hogy ügyesebbek lennétek nálam, mint aki kontrollerrel játszik, értem. Ezt a Time Walking Dungeon-ök betanultuk, hogy hol Innova. Ha nagyon sok a mob, és CD-n van az AOE, akkor hol Innova. No, hát az Evokerrel tudunk még egyet ugrani. Na, szerintem amúgy lehet sztori nélkül is játszani a WoW-ot. Egyébként.
mondjuk ki hogy szereti. Tehát, hogy... Valaki szeret sztorizni. Ez mi? Kaptam egy Soulstone-t. Ennek a játéknak mi a neve? Hát ennek az a neve, hogy meg kell tanultok, hogy hogy kell használni az internetet meg a dolgokat, mert amúgy ki van írva a képernyőre. Gépen is, meg telefonon is, hogyha megnézed, hogy mi van a stream alatt, akkor látszódik. Azt mondja, én a kettőben vagyok, tehát balra. Ez egy jó reset volt. What's your step? Harokcsapás. Ujjjj. What's your step? Target you. What's your step? Help soak. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Na basszus. Watch your step. Na. What have you done? Az need, az kell. Not even Ash will remember when I finish with you. Ash elvittál. Jó. Az jó lehet. Az jó lehet, Sománál van. És 17. de azt hogy? Pedig tényleg 72K-t nyomtunk az előzőben milyenek voltunk? 77. Hát akkor tényleg nem voltunk olyan jók. Számomra ez a játék egy össze-vissza játék, az mit jelent? És mit gondolsz, a WoW jobb, mint a Blade and Soul? Már nem emlékszek a Blade and Soul-ra, pedig tudom, benne van az intróban. Köszi szépen, Soma. Jó. Abel közölte velünk, srácok, hogy amúgy én felszedem Noriens-t, hogyha ja, felszedték. Abel közölte velünk, hogy nem biztos, hogy a mi érdeklődési és érettségi szintünkkel rendelkezik. Úgyhogy, hát remélem nem volt egyikőtök barátja sem, mert akkor ez most egy rossz hír számotokra.
Ó! Basszus, hát azért nem voltunk jók, mert nem ittunk meg potiont, vagy mi az? Fialost. Szevasztik, iszi azul, üdv mindenkinek, srácok közben. Cuccokat könnyebb lehet szerezni dungeonokba? Dungeonokat spamálni szerintem a legjobb gírelődés egyébként. Ha már a heti kötelezőket úgymond megcsináltad, mármint így a gír érdekében. 444-esek lettünk az új cipellővel. Seven Mice. Jó, amúgy ráfrissítek egyet. Nos, valahol ott voltunk, ott. Frissítek. Akkor lejjebb vagyunk. Béna, béna pap, most csak 47%-osak lettünk. A Gnar Ruton sikerült 81-et csinálni. 105 ezeres deeps. Szóval meg kell nézzük. Az Igirán 68. És akkor mondom, most jön a Larodár. Ez az utca, amit így nyomok, aztán ott leave, ugye. A kontroller mínusz 30. Bárcsak. Bárcsak. Interrupt. De nem mutatja. Rosszul van bárit. Na ez mondjuk így elég nagy baj lesz, hogyha nem látom az interruptot. De hogy nem látszódik? I will scatter your remains across the fire. Hát most ez ilyen... hogy hívják ezt az új oldalt? Legalábbis nekem új. Ez a Archon GG-ről a Mythic Plus-os talent, szóval hogy ez... Ez nem ide a raidre van, nyilván. Hát ez nem raid, azt tudom, hogy ez nem raid. Az egyáltalán nem a raid. A pap csak annyira ügyes, mint az irányítója. Lehet ez a gond. Amúgy azt meg akartam nézni, hogy egyébként mi vagyunk még mindig a legkisebbek? Aha. De szépen haladunk felfelé amúgy. Kontrollerrel milyen gyorsan lehet redizni. Durva amúgy, hogy valakinek lehet az a neve, hogy kurvaz. 4, 3, 2, 1. Na mondjuk most nem figyeltem az AOE-ra. Everything burns, including
Mennyit a takarítás nagyban? What's your step? Protects the faithful. Find shield. Valami itt nem volt felhílelve a gyökér. Ugye, srácok, jól mondom? Hennon Pokson neven betonk. Hirknogakka, azt mondják. Az igen, a sebzésünk 8%-át tette ki a trinket. Healers don't know tactic. Every ember is a new beginning. Na mindjárt felszedjük Somát. Elvileg ki van rakva valahova a Rash, nincs kirakva. Jó, őt inkább a voját, jó. Remélem, hogy most healert szedünk. Igen, ez mondjuk a druida. A híres varázs könyvből kasztolós kontroller játékos. Mondjuk ez most nem, egyáltalán nem kontrollerezés. Jó, és akkor még ott egyet nyomunk. Szeva, Kizu, szevasztok, srácok. Jó, ezt betesszük, és akkor eldurrantunk egy kaját. Még van hely amúgy képességeknek, amiket ki lehetne rakni. Van amúgy egy gyors gomb a Warcraft lognál, ami azt hiszem, vagy a Raider.io, nem tudom, amikor elnyomod, és akkor tudják, hogy onnantól, attól a pillanattól már szóltak, hogy wipe-oljunk le, és akkor az így nem számolódik bele. Vagy legalábbis nem úgy számolódik be a combat logba. Ja, ez a halál valószínűleg miatt. Lorielsz a 9. volt. Még overallba is a 9. Én overallba a 15. vagyok.
Mizu és Kizu. De az overall-ban sokkal jobb játszani, mint páncélban. Hát most ki akarna? Ki akarna itt bimbódzó tavasznál páncélban játszani? Shock spere, kill adj, heal adj, don't be play in do be play in frontal. Frontal. 5, 4, 3, 2, 1. Tehát itt például tartogatni kéne az AOE-t. Ezt most már látom. Watch your step. Protects the faithful. Watch your step. Protects the faithful. Everything burns, including you. Na, csak sikerült. Watch your step. Find shield. Összejött srácok. Guardians protect me. Watch your step. Basszus, nem voltak rajta a dotok. Phase 2. Help so. Target you. Reduced to ash. Valószínűleg azokat el lehetett volna fírálni. Fú. Na. He was twisted beyond redemption, but we will mourn him still. Thankfully, the seed of life remains unharmed. Jó. Take care, champions. Jó, innen már nem lesz semmink. Innen már szerintem nem lesz semmink, meg nem is jó semmi, úgyhogy elköszönünk. Firoc will not succeed. The other rests within a hallowed sanctum. Retrieving it will be difficult. Zsír. Miről maradtam le? Nem meg lett csinálva a normál élet, vagy ez melyik? Hát ez a eleje. Kíváncsi leszek én is a Star Wars-os game-rem, hogy milyen lesz.
Na, annyit csinálunk, srácok, hogy megnézzük, hogy milyenek voltunk. 16, 93k. És mit mond erre a log? ...47-et mond. Jó. Lehettünk volna még ügyesebbek is, de ez most 47 lett. 47, mint Volkorosz. De a Gnarlóton hogy sikerült 100k-t nyomni, ezt nem is értem. Ezt így kell megnézni, vajon? Jaj. A sokad miatt? Végül is lehet. Nem tudom, hogy ezt hogy kell megnézni, de biztos. Amúgy lehet, hogy úgy kéne megnézni, hogy idejövünk, hogy all kill, nem? All enemy, és akkor Gnarlroot. A Solar Maelstrom az, ami... Tehát a trinketem az, ami brutál sokat sebzett. Na jó, hát akkor végül is... Szerintem a többi nem tudott ennyit sebezni a trinket. Mondjuk... megnézzük a Larodár. Ja. Igen, igen. Nézzem meg a single target damomat, azt nem tudom, hogy kell. De az érződik, hogy ott az a trinket az jócskán megdobta a dolgokat. Azt mondja, hogy combat logot érdemes beírni, kikapcsolt. Működik még? Működik, jó, tölti fel. Ezzel meg vagyunk, srácok. Ki akar jönni Mythic Plus-ra? Egy vagy két Mythic Plus, amúgy valószínűleg egy Mythic Plus belefér. És azt mondom, hogy nézzünk meg egy ilyen 444-ben azt mondják, hogy a 4-es az, ami ajánlott. Mert nézzünk meg egy 10-est, az 10 item level-lel nagyobb. Mit szóltok? Már hogyha van valakinek kedve jönnie. Júj! Elúrok gyorsan mosdóba, srácok. Szeva Hangrave, szavaztok srácok, már is folytatjuk a mókát. Na! Szuper! Gyorsan annyit csinálunk, hogy javítunk. Az a helyzet, hogy
Én már ki is találtam, hogy ezt a kontrolleres challenge-et hogy folytatjuk a továbbiakba. Enemikre sebzés, dungeonben mozgás, az meg itt a izében mozgás kontroller, de amikor mondjuk inventoryba kell turkálni, ezt csinálom egérre, mert hát ez... ez szenvedés, de amúgy már így kvázi rájöttem, hogy hogyan kéne csinálni. Mondjuk valószínűleg kézi konzolon, ami érintőképernyős könnyen, mert csak oda nyomsz a képernyőre, és akkor ki tud nyitni mondjuk a ládát. Valószínűleg érintőképernyővel könnyebb vovozni. Na, tehát akkor ezzel meg vagyunk, és akkor most kéne az, hogy keresünk csapatot, bízva abba, hogy valóban beinvelnek minket. Mondjuk azt írjuk be, hogy 5-10. Hoppá. És difficulty, mythic plus, legyen tank és heal. 8-as, hát mondjuk. Alt, ese. Mondjuk az valószínűleg nem kell. Nyolcas BRH. Mondjuk valószínűleg mivel van ott pap, ezért nem hiszem, hogy oda beinvelnek minket. Ötös BRH. Ötösön milyen nehezítések vannak, srácok? Ott van egyáltalán valami nehezítés? Hát nyilván nem invelnek be. Várakozó royál következik, srácok. Merjek nagyobbat írni? 12 mondjuk? 12-es Everbloom. M plusz Buff Bot, az a neve. Nézzük? Ja, mindegy. Na, 8-as Everbloom. Két druida. Léci. Léci. Addig mi nyomunk egy ilyet. Nem ilyet. Ilyet. Ott van, 9 per 9, normál. Az item level mondjuk nem a legfrissebb. 8-as Everbloom Decline, mert beinveltek egy másik Shadow Papot, aki biztos, hogy nagyobb item levelben van. 8-as Wakerest Manor. Írjunk amúgy kisebbet. Tök mindegy, amúgy 3, tessék. Tü-t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 ü. Tö-t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 ö. Hopp, 10-es. Hey, jó. Ez mi is lett? BRH. All prices here are reasonable. Srácok! Ismét egy nagyobb pillanat. Mert az első mythic pluszunkat fogjuk most lenyomni. Ha tippelnem kéne, amúgy ez az. Igen, ez az. Az első mythic plusz következik, 10-es nehézségű kulcsra joinoltunk be. Hát 10-eshez valami 450 szerintem. 454. De nem tudom, hogy 10-esen milyen nehezítések vannak például. Na, van egy 402-es pap. Az mondjuk kemény. Hol is kell bemenni? Itt nem.
Na, szóval van egy 402-es pap, egy 442-es tank, egy 464-es rugó és egy 444-es mágus. Huntingmal nem nagyon hívnak 8 felé. Szerintem nekem most csak Mázin volt. Szerintem látták, hogy mi a mainem score-ja, és valószínűleg az alapján hívtak be. Én itt ezt tudom elképzelni. Na, azt mondja, hogy a rugónak az a neve, hogy Night Spring. Valószínűleg amúgy fókuszosra kéne megcsinálni. Night Spring. Tízesen már két affix van, nem tudom mi az eltírota. Na nézzük gyorsan. Voafixis.info. Entangling, Tyrannical és Bursting. Jó, ezt még jó, hogy nem nyúltunk hozzá. Interrupt. Nem mentem ki szerintem időben. Tehát ismét mondom, srácok, történelmi pillanat, az első MIDI pluszunk. Hú, de rég csináltam ezt, hogy így raktam fel. Én nekem általában azt szokott segíteni Hungrave, hogy így tankra meg healerre szűrök, és akkor úgy joinolok be. A kaszába benne álltam, mint egy noob, srácok. De van célunk.
ha akarnak, fel tudnak szedni. Hát lehet, hogy majd egy-két kiegészítő múlva lesz ilyen szűrő. Nem, látjátok, hogy amúgy elsők voltunk a bosszom. Ha mondjuk nem állok benne a kaszába, akkor lehet, hogy túl is éljük. Igen, a kasza az... Beírjuk, hogy MB. Itt lehet éledni, srácok, ebbe tud valaki segíteni? Megölik a bosszt élethetünk utánam? Életetek utánam? Éledni látok sem. Ja, rossz irány. Jó, belefér még a kajálás is. Jaja, köszi. Understand now. You must find Cortalos. You must put a stop to this. Cortalos. Na azért már így sokkal jobb dungeonozni, hogy van kihívás benne, nem úgy, mint a Time Walkingom. Invaders have reached the passage to the crypts. Illasana, you must hold them here. We have much to lose. Your father's life, most of all. You need not worry. I will not fail, Latosius. Men, the invaders come for us. Do not let them pass. For Kalimdor! Three, two, one. Three, two, one. Great bow. Shockwave. Ezt így meg kellett csinálnom, srácok, ne haragudjatok. Ez tudom, nem volt sportszerű, amit most csináltam. De... Inkább, mint hogy kikkeljenek a csapatból, nem? Crowd control. Crowd control. Sokkal jobban kell menedzselnem itt a dolgokat. Hát a srác az nem nagyon bírja a healer. Hanyas is 402. Mondjuk én meg használhatnék ilyet addig. Crowd control. Ja, meg van reward is, igen. De nekem tényleg az a izé tetszik, hogy... Van kihívás. Crowd control. Shockwave. Break vine. Amúgy van még valami plusz spellem, amivel tudnám healelni magam. És benne álltunk valami nagy sebzésbe, gondolom én.
Vagy ez csak simán sebzés volt, mi? Mondjuk a Knife, hát nem tudom. Ki kéne rakni azt a másik cuccot is, amivel ott van, ott van. Megvan, srácok, megvan, azzal, azzal tudnám, tudnám magam még egy kicsit hílálni, ami ott van a bal oldali gombon. Crowd control. Shockwave. Cipőencsantunk az most nincsen egyébként. We will bury you here. 3, 2, 1. Az lesz a szívás. You cannot escape. The hunt is eternal. Run out. You cannot escape. Jó, azt nem kapta el. Basszus. Hát nem volt, nem voltak meg a dotok. Interrupt. Engem ütött az ad. Engem ütött az ad mélibe. Nem raktuk fel a dotokat, az szétütött az ad. Mondjuk tudtam volna fírálni egyet. Szó se róla, tudtam volna fírálni egyet, de hát azt nem gondoltam, hogy erre kéne figyelni. Szerintem a DK nem tudja, hogy van CR-je. The hunt, you cannot escape. Igazából meg lesz ez így is. De meg lehetne gyorsabban is. You cannot escape. Azt mondja, can I? Egy nevető. Majdnem XD-t mondtam. Majdnem XD-t mondtam, de az csúnya lett volna. Inkább csak annyit mondtunk, hogy 2D. 10-es kulcs, srácok. Micsoda, van még egy, amikor... Ja, tényleg. Tényleg. A dispersiont is ki kell rakni. A dispersiont is ki kell rakni. Jó, most van idő kirakni a dispersiont. Azt mondja, hogy oda. Crowd control. Shockwave. Mondjuk az a helyzet, hogy ki kéne rakni még a fédet is
ahogy látom, az is kellene. Most már kellenének ezek a képességek. Shockwave. Crowd control. Shockwave. Crowd control. 3, 2, 1. Na basszus, hát nagyon szomorú vagyok, srácok, eltalált egy golyász. Pedig hát itt végig szoktam menni. Fontos dolog hiányzott. A dotok! A dotok megint hiányoztak, hát ez hihetetlen, srácok. Most ugye kézzel kell felpakolni. Nem tudunk szakítani. Jó, megjöttek a dotok. Megjött a szakítás. Most nézem a mechanikus billentyűzetet magamnak, azt meglátom a tiéd, most gondolkodó be este melyiket. Na, mit néztél? Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel. Meg vagyok elégedve a rogos, azt hiszem Horus a neve. A Horusszal is. Knocking back. Three, 2, 1. Break vine. Spread. Megint nincsenek ott a dotok. Gotcha. Knocking back. Knocking back. Mi jól forgatta itt, srác.
Ja, a mágus kapott izé, három hitet. Horus? Nem úgy hívják. Szélszerize Apex 7-et néztem. Ja, az is amúgy tetszett, de azt még nem próbáltam. Azt mondta, hogy defenzív. Nagyon-nagyon-nagyon jól kell időzíteni basszus ezzel az AOE-val, mert... Rosszkor nyomom. Akkor 20 percig váratunk. A 20 perc az erős lenne. 3, 2, 1. Cartalos, they come for you. They do. Together we shall defeat them, Latosius. Watch your step. Watch your step. 3, 2, 1. Watch your step. Great vine. Watch your step. Hát ezek megtapostak, srácok. Csúnyán. Watch your step. Fiends, you shall never have our world. I shall cleave you in twain. One. Great Vine, watch your step. Watch your step. Burn away. Three, two, enough. One. I tire of this. Ravencrest, you worthless husk. 10,000 years have not been kind. Now you. No. No. What am I? This is. My ancestors. Illasana. No. AOE incoming. Heroes, you must Three, defeat him. Two, you expect one. These worthless mortals to defy the Legion. Souls of my ancestors, to me, aid our champions. Watch your step. Keep moving. Safe now. Target you. Az komoly. Az komoly. Láttátok, úgy csóbosszom, hogy megtoltuk?
You need that gloves. Tessék, haver. Need back? No. Hogy megy itt a izé? Kéregetés. Membrános volt eddig mindig, de nem mindig érzem a visszacsatolás kódban, meg más gémekben, ezért gondolkodok egy mechanikusan. Aha! Ja, a metálvillát azt nyomom, bár valószínűleg nem az elején kéne amúgy elnyomni. Fú, szerintem ez abszolút kényelmes kérdés, hogy melyik switch tetszik. Én a Silentet használok, hogy ne, tehát az egyszobás lakásba ne izé. Ne legyek túlságosan idegesítő, meg nem tudom mennyire hallatszódna be hangosabb a streambe. Szerintem amúgy behallatszódna, még ez is behallatszódik, hogyha eléggé csapkodom a Silent. Na, amúgy ez most nagyon jó. Megvolt az első mitikus pluszunk. Hát sajnálom, hogy ez ilyen kis fajlos lett abból a szempontból, hogy vajon rögzítettem? Ott van. Olyan szempontból fajlos lett a mizé, hogy meghaltunk párszor. Nem is tudom, hogy hány halál volt. Mit mond nekünk, mennyire volt 43? Hát igen, ez nem a legjobb a teljesítmény, de a végén azért. A végén azért ott jobbak voltunk. Ja, az Nvidia Broadcast, főleg, hogyha... Igen. Az Nvidia Broadcast az jól ki tudja szőrni, az azt hiszem a 20-as vagy a 30-as kártyáktól már nagyon jó. Előtte meg a... nem is tudom, hogy hívták az alkalmazást. Nem emlékszem már. De van alkalmazás, ami ezeket ki tudja jól szűrni. Én minden esetben nem használok ilyen szoftvereket, mert azok így mind ugye dolgoznak a hangon, lassabb lesz, recseket, ropokat, nem egyszer volt, hogy nem volt jó a hang ezeken az alkalmazásokon így a streamen keresztül. Jó. 433-ról 444-re sikerült felmennünk. Azon a staffon nagyon jó lenne cserélni, mi hamarabb. Szerintem a staff csere az sokat nyomna alatba, de láttátok, ez volt egyébként az első dungeonünk. Hibáztunk, meghaltunk, aztán megint hibáztunk és meghaltunk, bár ugye engem ütött a mob. Erre ugye ki kell tegyük a fédet, mert hát még egy csomó mindent ki kéne tenni egyébként, de például a fédet azt most oda ki lehetne tenni. És akkor van dispersionünk is, meg van fédünk is, és akkor hát kevesebb lenne egyébként a halál, az biztos. De látjátok, egyébként nem sokban maradtunk el a 442-es Frostmágustól, és hát itt például az utolsó bossnál. Aha, jó, tudunk. Hogy is kell? Gondolom, akkor nem ez az. Nem is ez az. Ja, itt csak overall van. Akkor mindegy. Jó. Ez volt a nyolcadik stream, tehát a nyolcadik streamre azaz egy, tehát 25 óra alatt sikerült oda eljutni, hogy lementünk egy normál rédet, és lenyomtunk, ezt hogy is kell előhozni, lenyomtunk egy 10-es kulcsot, én ezt a papozást nyilván akarom még tovább nyomni, meg hát ami még jött, az a hílelés. Még egy-két kört kéne játszanunk midi pluszt a pappal DPS-ként, de valószínűleg a következő alkalommal, nem tudom, hogy az mikor lesz, de akkor már egy hílelést kéne megnézni.
egy jó kis hílelés, nem tudom, tehát azt ott jól be kell állítani, mert tényleg olyat csináltam, hogy bár eltűnt a bind, hogy ugye friendly-ket targeteljek, és úgy hílálnék, de hát az biztos szívás lesz. De látjátok, tényleg az a lényeg, amit ki akartam nektek ebből hozni, hogy némi gyakorlás beletanulással simán lehet úgy teljesíteni, majdnem úgy teljesíteni, mint egér billentyűzettel. Megszokás kérdése. Mondom azt, hogy itt a 442-es megelőzött, én meg ugye 444-es voltam, de úgy, hogy haltunk párszor, még akár az is lehet, hogy le tudtuk volna körözni. De ezt majd meglátjátok úgyis a következő streamekből, ahol damolni fogunk. Jó volt ez. Igazából a DPS-es teszteléses része az így megvolt, de menni kell párat, mert tényleg ez nem volt a legjobb teszt, amit most csináltunk. És akkor így meglátjátok, hogy tényleg milyen ez a kontrolleres játszás, így Isten igazából, és hát a poén kedvéért a hílelést is majd még megnézzük. De mondom, tehát hogy én amúgy a papos végjátszást majd, a papos játszást azt így a következő kiegre készítem, úgyhogy biztos lesz még stream, amikor nem az Evokerrel játszunk, és a pappal már egéri billentyűzettel nyomjuk. Úgyhogy ha lesz még egy-két damage-elős, mythic plusz, meg heal-elős, akkor utána már egéri billentyűzetre átállunk. Hát köszi a figyelmet, srácok! Remélem, hogy élveztétek ezt a kis kalandot. De már ez is már egy meghatározó rész, hogy a raidet meg az első mythic pluszunkat meg tudtuk csinálni.